61. fejezet Megkezdődtek a harci játékok. Előző nap minden vasfogú klán pihenő napot kapott, de senki nem élt a lehetőséggel. Inkább az utolsó pillanatig gyakorlatoztak, átismételték a tervet és a stratégiát. Napokon keresztül érkeztek a hivatalnokok és tanácstagok éderlemből, hogy az északi agyar tetejéről figyeljék a játékokat. Ők fogják jelenteni Éderlen királyának, milyenek voltak a boszorkányok és vívőrnieik, és hogy ki lett a győztes. Néhány hete miután Abraxos sikeresen teljesítette az átkelést, Manon visszatért az Omegára, ahol vigyorogva tapsal fogadták. Nagyanyját sehol sem látta, de ez várható volt. Manon semmi különöset nem csinált, mindössze annyit, amennyit elvártak tőle. Az omega gyomrában semmi sem árulkodott a ejtett krokarról, és nem akadt senki sem, aki bármit tudott volna róla. Hajlott rá, hogy megkérdezi a nagyanyját, de a királynő nem hívatta, Mannonnak pedig semmi kedve nem volt egy újabb veréshez. Az utóbbi napokban ő maga is rendkívül ingerült volt, mivel a klánok bezárkóztak, ki mozdultak a saját körletükből, és alig szóltak egymáshoz. Bármiféle szövetség is látszott kialakulni köztük Abraxos átkelésének éjszakáján. A harci játékok kezdetére ennek nyoma sem maradt. A helyét az évszázadokra visszanyúló versengés és véres viszálykodás vette át. A játékok a két hegycsúcs környékén és a köztük lévő területen, valamint a legközelebbi szurdoknál zajlanak majd, amire jó kilátás nyílik az északi agyarról. Mindhárom klánnak szó szerint fészket kell rakni a valamelyik közeli hegycsúcson, egy igazi fészket botokból és ágakból. Mindegyiknek egy-egy üvegtojást helyeznek a közepébe. A tojások jelentik majd számukra a győzelmet, illetve a bukást. A klánoknak meg kell szerezniük a két ellenséges csapat tojását, miközben az őrzők a sajátjukat védik. Azok lány nyer, amelyik megkaparintja a másik két tojást, akár egyenesen a fészekből, kiátszva az őrzőket, akár egy másik ellenféltől, ha az már megszerezte a zsákmányt. Ha valakinél eltörik a tojás, az automatikus kizárást jelent a versenyből, bárki is legyen az. Manon magára öltötte könnyű páncélját és repülésthez használt bőrből készült szereléket. Fém vértezet védte a vállánál, csuklójánál és combjánál, vagyis minden olyan helyen, ahol egy vívőn vagy az ellenség fegyvere megsebesítheti. Abraxossal együtt hozzászoktak már a nehéz felszereléshez és korlátozott mozgáshoz, köszönhetően a sok edzésnek, amit Mannon az utóbbi hetekben megkövetelt a fekete csőrűektől. Noha szigorú parancsot kaptak, hogy tilos bárkit megnyomorítani vagy megölni, Mindenki két fegyvert tarthatott magánál, így Mannon szélhasított és a legjobb tőrét választotta. A felderítők, Asterin, Lin és a démonikrek íjjal harcolnak majd. Már képesek voltak vívőrnyeik hátáról is halálpontosan célozni. A szurdokban tartott hosszú gyakorlatozás során egymás után találták telibe a céltáblát. Asterin aznap reggel büszkén, végzetes ereje teljes tudatában lépett be az étkezőbe. Minden klán színes fonott bőrpántot viselt a homlokán, feketét, kéket vagy sárgát. Vívőnyeik farkára, nyakára és oldalára pedig ugyanilyen színű csíkot festettek. Amikor már minden boszorkánya levegőben volt, fenn összegyűltek, hogy teljes létszámban megmutassák magukat az alattuk eltörpülő a hegyekről őket figyelő halandóknak. A fekete csőrűek élén tökéletes sorokban a tizenhármak lovagoltak. Ezek az őrültek nem is rejtik, mit szabadítottak el. Borogta Ászterén a Sűvítő szélen keresztül. Ostoba, halandó bolondok! Manon egyetértően sziszegett. Alakzatban repültek. Manon ment elől, mögötte Ászterén és Veszta, utánuk három sorban három-három csapattag. Imogent a zöld szemű démonok fogták közre. Giseilt, Kéjával és Tiával, még a két felderítő Linéi volt, az oldalán érkezett, a menet végén pedig szor elhaladt. Egy megingathatatlan és tökéletes faltörőkos, aki képes az ellenség védvonalát áttörni. Ha Mannonnak nem sikerül felülkerekednie, ott lesz Asterin és Vesta ádászkardja. Ha ez sem állítja meg a támadókat, a középső hat harcos halálos csapdájába kerülnek, ahonnan garantáltan nem menekülnek. Legtöbben a felderítőig és linig nem fognak eljutni, aki a környéket tartják szemmel, de szorelik sem, aki hátvéd lesz. Az ellenséget egyéb egyenként fogják ártalmatlanná tenni, kézzel, lábbal, könyökkel harcolva a fegyverek helyett. A cél a tojások megszerzése, nem a zöldöklés. Emlékeztette magát, és a tizenhármakat újra és újra mannon. A játékok kezdetét egy hatalmas harang kondulása jelezte, valahol az omegán belül. Egy szempillantás múlva a levegőt száncsukogás, karmok csattogása és rikoltások töltötték be. Először a kékvérűek tojását vették célba, mert Mannon tudta, hogy a sárgalábúak a fekete csőrűek fészkénél kezdenek majd, ami így is történt. Mannon jelzett boszorkányainak, mire seregének egyharmada visszafordult, és védelmi vonalnál sorfalat állva fogukkal és szárnyaikkal tartóztatták fel a sárgalábúakat. A kékvérűek tervezés helyett valószínűleg szertartásokkal és imákkal tölthettek a felkészülési idő nagy részét, mert ők is a fekete csőrűek ellen indítottak újabb támadást, hogy megnézzék, több szárnyal sikerül-e áttörni a páncélosok falát. Újabb hiba. Tíz percen belül Mannon és a tizenhármak körülvették a kékvérűek, kékvérűek fészkét, mire az őrzője átadta nekik a tojást. A felhangzó harci kiáltás és fügyszó nem a tizenhármak felől érkezett. Ők reszenéstelen arccal, de csillogó szemmel vették tudomásul az eredményt, hanem a többi fekete csőrű irányából, a csapat hátra harmadától, akik ott köröztek, majd csatlakoztak Manonhoz és visszatérő társaikhoz, hogy a köztükreket kékvérűeket és sárgalábúakat harcképtelenné tegyék. A boszorkányok és vívőnyeik felalá száldostak, de ez inkább látványos volt, mintsem hatékony, és Mannon egy talpalatnyi területet sem engedett át nekik, hiába lögdösődtek minden irányból. Satúban tartották őket, amitől a pánikba esett állatok kis hián ledobták magukról lovasaikat. Ez volt az, amire Mannon született, a seprűnyélen folytatott csaták nem voltak ilyen gyorsak, pompásan kivitelezettek és megsemmisítő erejűek. És ha egyszer szembe kerülnek az ellenséggel, a szükséges fegyverek birtokában, Manon füligérő szájjal tette be a kékvérűektől megszerzett tojást a fekete csőrűek fészkébe, amit a fensíkon építettek. Néhány perccel később Mannon és Abraxos végig siklott a csatázók felett a tizenhármak pedig hátulról közelítettek, hogy újra csatasorba rendeződjenek. Az aranyharú Asterin volt az egyetlen, aki végig a közelében maradt, majd miközben unokatestvére elrepült az északi agyar és az ott összegyűlt nézőközönség elől. Ő féktelen vigyorral felugrott a nyerekből és nekifutásból, egyenesen leugrott a vívőrnye szárnyáról. Az alatt a szálló sárgalábú boszorkány már csak arra eszmélt fel, hogy Asterin rázuhan és a kezét a torkára szorítja. Szerencséjére nem egy tőrrel tette ezt. Még Mannon is csodálattal nézte, amint az ellenfél megadóan felemeli a kezét. Asterin elengedte, és ő is kinyújtotta a kezét, hogy vívörnye karmai közé vehesse. Az állat feldobta a levegőbe, ő pedig egyenesen visszazuhant a nyergébe, majd szélesen felzárkóztak Mannon és Abraxos mellé. Abraxos szárnyával végig simította Ászterin kék állatát, és játékos, szinte kihívó mozdulatra a nőstény öröm rivalgásban tört ki. Mannon csodálkozva nézett a másod parancsnokára. Úgy látom, gyakoroltál, kiáltotta. Ásterin elmosolyodott. Nem azért lettem a másodparancsnokod, mert tétlenül ülök a fenekemen. Asterin megint zuhanó repülésbe csapott át, de nem vált ki a kötelékből, csak kissé lemaradt. Abraxos felhorkant, mire a tizenhármak alakzatba rendeződtek mannon körül, négy csapat pedig követte őket. Már csak a sárgalábúak tojását kellett elhoznunk a fekete csőrűek fészkébe és vége. Harcoló bandák felett cikázva érkeztek meg a sárgalábúak vonalához, ahol a tizenhármak lelassítottak, majd visszavonultak, miközben a mögöttük haladó másik négy csapat nyilvesszőként száguldott előre, áttörve a védelmet nyomukban a tizenhármakkal. Az északi agyarhoz legközelebb eső fészket a sárgalábújakét a két, nem három, hanem négy csapat vette körbe alaposan megnehezítve az őrzők feladatát, amikor egyszerre szálltak fel a fészekről, Mannon elmosolyodott magában. Az ellenfelek összecsaptak, de a sárgalábúak kitartottak. Csak azért is kitartottak. Mannon füttyentett. Szorellel ellentétesen szálltak fel és lemíg csapatuk három rész szakadt, épp úgy, ahogy begyakorolták mintha egyetlen élőlény végtagjai vonalának olyan szervezetten támadták meg a sárgalábúak védelmi vonalát, ahol a többi csapat tagjai közé vegyülve harcoltak. Idegen boszorkányokkal és sárkányokkal, akiket eddig nem láttak közelről. A kavarodás csak tovább nőtt, amikor a tizenhármak is befurakodtak, és megindult a lögdösődés. Parancsszavak hangzottak, neveket kiáltoztak, de teljes volt az űrzavar. Egyre közelebb jutottak a fészekhez, amikor a semmiből előbukkant a kékvérűek négy csapata, akiket maga Petra vezetett Kéliben nyerkében. Szinte szabad esésben zuhant a fészek felé, ami őrizetlenül állt, míg a fekete csőrűek és a sárgalábúak dulakodtak. Mannon ugrásra készen várt rá. Ahogy Petra odaért, Mannon hangos csatakiáltással utána vetette magát. Sárga szín villant, dühös rikoltás hallatszott, mire Abraxos Mannonnal a hátán lefékezett és irányt változtatott, így Iskra hirtelen elhúzódott a fészek mellett, és egyenesen Petrának ütközött. A két trónörökös és vívőnyeik egymást karmolva, harapva bukdácsoltak a levegőben. A hegyről őket néző és körülöttük rebdeső boszorkányok egyaránt kiáltozásban törtek ki. Manon levegő után kapkodott, és próbálta legyűrni a szédülést, ahogy abraxos hirtelen magasságot váltott, és lecsapni készült a fészekre, hogy bezsebelje a győzelmet. Manon már épp jelezni akart az állatnak, hogy indulhat, amikor meghallotta Petra sikolyát. Nem harci kiáltás volt ez, fájdalmában üvöltött. Olyan velőtrázó, haldokló, torkából feltörő hangot, Manon még sosem hallott, mint amikor Iskra vívőrnye belemélyeztette a fogait Kíli nyakába. Iskra győzelmi Máborban úszott, hím vadul vadúrázta Kílit, míg Petra a nyerekben kapaszkodott. Most itt volt az alkalom, hogy Manon felkapja a tojást, oldalba bökte Abraxost. Gyerünk! sziszegte előre hajolva, felkészülve az uhanásra. Abraxos nem mozdult habozott. Kélit figyelte, aki reménytelenül küzdött és csapkodott a szárnyával. Petra pedig újra felsikoltott. Kegyelemért esedezett, könyörgött iskrának, hogy hagyja abba. Most abraxos. Mannon sarkangyújával ösztökélte, de az továbbra sem mozdult. Aztán iskra parancsót kiáltozott a vívőrnyének, és az állat elengedte kélit. Ekkor hangzott fel egy második sikoly a hegyek felől. A kékvérű királynő volt az. A lány az kezdett a sziklák felett, a többi kékvérű hiába igyekezett túl messze voltak, Vívőnyeik pedig túl lassúak voltak ahhoz, hogy megakadályozzák a halálos becsapódást, kivéve Abraxost. Annon nem tudta, hogy valóban kiadta-e a parancsot, vagy csak gondolta, de a sosem hallott anyai sikoly felhangzott, és ő azonnal cselekedett. Abraxos csillogó szárnyával meteorként száguldott a föld felé. Egyre lejjebb és lejjebb, hogy elérje a sebesült állatot és a hátán még életben lévő boszorkányt. Ahogy közeledtek és a szembeszél Mannon arcába vágott, a ruháját pedig majd letépte, észrevette, hogy Kíli is lélegzik. Még mindig lélegzett és keményen küzdött, hogy visszanyerje egyensúlyát. Nem azért, hogy túlélje, Kili tudta, hogy bármelyik pillanatban meghalhat. Ő a hátán ülő boszorkányt akarta megmenteni. Petra már eszméletlen volt. Félre hevert a nyerekben, talán az uhanás vagy a légszomi miatt. Ernyetten lógott, míg Kili utolsó erejével igyekezett az uhanást lassítani vagy simábbá tenni. Szárnya rángatózott és vonyított a fájdalomtól. Abraxos végre utolérte, kitárt szárnyakkal próbált mellé férkőzni, de vészesen közeledtek a szurdokhoz. A második próbálkozásnál, amikor már majdnem sikerült megérinteni az állat véres bőrét, manon megértette. Nem állíthatják meg Kélit, túl nehéz Abraxoshoz képest. De Petrát még megmenthetik. A vívőrn is látta, amikor Asztelin leugrott. Valahogy ki kell venni az eszméletlen boszorkányt a nyerekből. Abraxos rámordult Kilire és Manon esküdni mert volna, hogy valami furcsa nyelven szól hozzá, utasítást ad neki, mire Kili még utoljára megtámasztotta lovasát, és visszintes pozíciót vett fel. Így Manon pont ráugorhatott. Az én Kélim, így mondta egyszer Petra, és közben mosolygott. Manon azt gondolta magában, ezzel csupán a szövetségüket fejezte ki, hogy a hatás kedvéért szólította így de a haldokló vívőn szemében feltétel nélküli szeretetet látott, mikor kicsatolta magát, és a nyeregből kiemelkedve leugrott a braxos hátáról.